Bocsánatkérést várna a Jobbik elnökétől a Mazsihisz elnöke a párt korábbi tevékenysége miatt, ezt mondta híradónknak Heiszler András, miután az amerikai nagykövet széder esti vacsorájára meghívták a párt elnökét, Gyöngyösi Mártont is. A Mazsihisz elnöke szerint a nagyköveti vacsora jó alkalom lett volna bocsánatkérésre. Gyöngyösi Márton viszont azt szeretné, ha az alapján ítélnék meg, hogyan vezeti elnökként a Jobbik konzervatívokat. Mint mondta, ő is sokat változott korábbi önmagához képest. Múlt hét csütörtökön kerültek fel az amerikai nagykövetség Facebook oldalára a széder esti vacsora fotói, melyen a meghívottak között szerepelt a Jobbik elnöke és a Mazsihisz első embere is. A jobbikos politikus meghívása azért keltett meglepetést, mert 2012-ben Gyöngyösi Márton még listázni akarta a zsidó származású állampolgárokat. Pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő és különösen a Magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. A követségi vacsora kapcsán a Mazsihisz elnöke a Hitközség lapjának azt mondta, meglepte, hogy a jobbikos politikus is jelen volt, ám nem akart botrányt kelteni azzal, hogy feláll, ugyanakkor nem tartja hiba nélkülinek, hogy Gyöngyösi meghívásáról nem tájékoztatták. A vacsora végén én kértem, hogy jöjjön oda hozzám. A Mazsihisz elnöke ezután azt mondta Gyöngyösi Mártonnak, hogy neve rosszul cseng zsidó körökben, és hogy nem akarnak párbeszédet a Jobbikkal. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy látják a párt változását, amit jó iránynak tartanak. Heiszler András híradónak azt is elmondta, ahhoz hosszabb időre van szükség, hogy el tudjanak tekinteni a párt korábbi tevékenységétől. Ez a mostani széder este, és volt egy ilyen remény az emberbe, ez lehetőséget biztosíthatott volna arra is, hogy Gyöngyösi Márton a széder estén az asztalnál föláll, és azt mondja, hogy itt mostan a zsidó közösség előtt szűk körbe ő bocsánatot kér a korábbi cselekedeteikért. Sajnos ez elmaradt. Egy ilyen lépést várnának? Nagyon sokan szeretnék ezt a lépést. Én sok-sok alkalommal elnézést kértem a múltbeli kijelentésért, először egyből a történtek másnapján. Gyöngyösi Márton hozzátette, szeretné, ha az alapján ítélnék meg, hogy hogyan vezeti elnökként a Jobbik konzervatívokat. Mint mondta, a világ a változásról szól, és ő is sokat változott a 11 évvel ezelőtti önmagához képest. Különböző médiáknál, különböző közéleti szereplők, úgy beletesznek embereket különböző kis dobozkákba, meg különböző kis rubrikákba, meg kategóriákba, és meg vannak sértődve, hogyha kiderül, hogy azok az emberek már nem abban a rubrikában, vagy abban a kategóriában vannak, mert így összeomlik a világképük, és most már nem lehet mondjuk az én esetemben antiszemitázni, meg számon kérni. Gyöngyösi egyébként a Heiszler Andrással folytatott beszélgetést jó hangulatú, jókedélyű beszélgetésnek nevezte.